A szekszárdiak nem sokára teljesen új és modern kivitelezésű területeket vehetnek igénybe a város központjában. Ehhez viszont most türelemmel és odafigyeléssel kell lenni a lezárásoknál, a kivitelezők újfent kérik a lakosságot, tartsák be ezeket az előírásokat és kerüljék el a kordonnal lezárt területeket. Arra kérünk mindenkit egy-két dologtól eltekintve, hogy a munkaterületek lekorlátozása lehet, hogy egy kicsit hosszabb megközelítési lehetőséget biztosít, de ne menjünk be a munkaterületekre, mert a munkaterületen komoly munkák zajlanak, és a gépkezelőknek ne kelljen még plusz ezekre a dolgokra figyelni, az ütemes munkavégzés és a baleset elkerülése érdekében. A munkaterületeken több részletben körülbelül 80-an dolgoznak minden nap, hogy a tervezett időre elkészüljenek a projekttel. Terveknek megfelelően haladunk, az időjárás az nagyon jó volt a héten, úgyhogy meg látványosan is lehet látni, akik ezeket a munkaterületeket felkeresik, hogy komoly munkálatok folynak, és bízunk benne, hogy a kivitelező tájékoztatása alapján a jövő héten már az építési szakasz megkezdődik, gyakorlatilag a kijelölés és a szegélyezés után majd idővel gondolom a térkövezés is. Több mint 15 teherautó hordja folyamatosan a törmelékeket, így a tervek szerint jövő héten már a beépítés kezdődik majd el. A Prométheus Parkba kerülnek vissza egyedül a régi burkolatok, minden más helyszínen új térkövet raknak le a szakemberek.